Harmadik alkalommal került megrendezésre településünkön a Béres András szóló néptáncverseny március 4-én a Vas Albert Kultúrházban. A versenyre több mint 40 produkcióval neveztek a táncosok a térség szinte minden pontjáról. Szeretettel köszöntök minden megjelent vendéget a harmadik Béres András szóló táncversenyünkön. Köszöntöm a fellépő, versenyző gyerekeket, az őket felkészítő pedagógusokat, kísérőket, a gyerekekért izguló szülőket, rokonokat, és nem utolsó sorban a szakmai zsűri tagjait. A 2014-2015-ös tanévben Török Gergely táncpedagógusunk kezdeményezésére indítottuk el ezt a versenyt. Akkor még helyi verseny volt, néptánc tanszakunk 25 produkciója versenyzett. A következő évben sikerükön felbuzdulva már tankerületi versenyé fejlődtünk. Akkor már 34 produkció önmére tette meg magát, és Mikepércsen kívül 6 település táncosai jöttek el hozzánk. Az idei versenyre már közel 45 produkcióval neveztek be a gyerekek, 8 település néptáncosai tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Létavértes, Derecske, Hajdubagos, Tépe, Konyár, Berettyóújfalu, Debrecen, és idén először tankerületen kívüli produkciók is versenyeznek, Berettyóújfalui Református Iskola, valamint a Főnix a mi óvoltából. Úgy tűnik a fejlődés megállíthatatlan. Kicsit elevenítsük fel címszavakban, hogy mi mindent tudunk Béres Andrásról. Rozsályban született 1928. május 16-án. Néptánckutató levéltáros volt. Tanulmányait a Debreceni Tudományegyetemen végezte. 1950-től a Déli Múzeum néprajzos múzeológusa, majd 1957-től, mint önálló kutató dolgozott itt, később pedig a múzeum, illetve ekkor a múzeum igazgatójaként tevékenykedett 1969-ig. 1959-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1969-től, mint levéltáros végez kutató munkát, tudományos főmunkatársként a Debreceni Levéltárban. 1983-ban megszerezte a néprajztudományok kandidátusa címet. Munkásságáért kétszer kapott Debrecen városért díjat, 1992-ben pedig életfadíjat. Főbb kutatási területei a népmese, néptánc, népművészet, pásztorélet. Emellett 1950, azaz megalakulásától a Debreceni Népi Együttes vezetője, koreográfusa, egészen 1993. november 14-én bekövetkezett haláláig. Nevéhez fűződik a sokak által ismert hortobágyi pásztortánc, a rába közi verbunk és dús, valamint a mi szívünkhöz olyan közel álló mikepércsi csárdás is. Életpályájáról még nagyon sok érdekességet lehetne mondani, de az idő véges, ezért nézzük a mai versenyünket. Versenyzőinktől másfél-két perces szabadon választott produkciót, improvizációt várunk. Nem csak szóló, de páros produkciót is előadhatnak a táncosok, melyet a szakmai zsűri ezüst, arany ezüst vagy bronz minősítéssel értékel, illetve külön díjakat is odaítélhet az arra érdemes táncosoknak. Élőzenés kísérletet a Szeredás Együttes szolgáltat. Az estére mindenkinek felhőtlen szórakozást kívánok, és most felkérem, átadom a szót Török Gergelynek, aki ennek a versenynek a megálmodója, hogy mutassa be a szakmai zsűrit. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a harmadik Béres András szóló táncversenyen. Mielőtt a zsűrit bemutatnám, egy pár gondolatot hagyd mondjak el a verseny lebonyolításáról. A gyerekek előre kisorsolták, hogy hanyadiként lépnek színpadra, tehát sorszámot húztak. Meglepő módon nem az első kategóriával fogunk kezdeni, hanem a
zsűri tanácsára nem a legfiatalabbak kezdik, hanem a második kategória fogja a versenyt kezdeni. Ezután következik majd az első, végül a harmadik és a negyedik kategóriával folytatjuk, tehát a legidősebbek fejezik be. A versenyen, ezt már mondta a igazgató helyettes asszony, hogy aranyezüst és bronz minősítést oszt ki a zsűri minden táncos részére, illetve kategóriánként egy vagy indokolt esetben két külön díjat fognak kiosztani. Még annyit kell tudni a versenyről, hogy a párosok, hogyha a zsűri úgy gondolja, a párosok tagjai kaphatnak eltérő minősítést, tehát nem a produkciót, hanem az egyént fogják minősíteni. Ha olyan eset előfordul, több is, hogy a párosnak az egyik tagja idősebb, mint a másik, és másik kategóriába esne, akkor, ahogy a szólótánc versenyeken szokott lenni, a fiatalabb kerül az idősebb kategóriájába. Hát annyit szeretnék még elmondani, hogy egy kicsit felborzoljam a kedélyeket, hogy az előzetes számításaim szerint egy olyan 2,5 órás versenyre kell számítanunk, és akkor utána a zsűri megpróbál nagyon-nagyon gyorsan eredményt hirdetni, illetve hát dűlőre jutni. Addig táncházzal várjuk az érdeklődőket, és a táncház után pedig reméljük, hogy 7 óra körül eredményt tudunk hirdetni. Elnézést kérek, elfelejtettem külön baráti szeretettel köszönteni a verseny névadójának, Bandi bácsinak, az unokáját, Horváth Péter. És mielőtt bemutatnám a zsűrit, annyit szeretnék azért elmondani, hogy ugyanúgy, ahogy az előző években is, idén is a két szép szememéért vállalták el a zsűrizést, a zsűri tagjai, Dévényi Mihályné Jutka néni, a Hunyadi János Általános Iskola és ami magyar négyen szakosztam. Törökné Csécs Lenke, a Debreceni Főnökszerű Táncadók a Szűrűkötő vezetője, Tökönei Gyűlös Tavagyúgyi. Bak János, néptáncpedagógus, a Valzer, ami tanárnak. És Török Ármin, néptáncpedagógus, a Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára. És akkor kezdjük is el a versenyt. A versenyt úgy fogjuk folytatni, hogy mindig egy produkció lesz a színpadon, egy várakozik a függöny mögött, és a harmadik pedig itt a ajtó előtt készen lépen lesz. Elsőként a színpadra, tehát a második kategóriában Szabó Orsolya és Balogh Laura lép fel, Bagi Lassó és Kis Csátást fognak táncolni. Thank you.
Fagyolárossal, felkészül Furkó József és Szörvesi Viktória, szintén Béla Fagyolárossal. Bökönyi táncokat fognak bemutatni, felkészül Horváth Benedek és Gyöngyösi Ágnes.
egy újabb bökönyi fog következni, Horváth Benedek és Gyöngyösi Ágnes fogják táncolni, felkészül Bugyó Rihár. Táncolni Bugyó Rihár, és őket követi, majd Kaptos Flóra és Kaptos Kristó. Kardos Kristóf előadásában mezőföldi ugrost fogunk látni, és felkészül Kun Bettina, Tóth Hanna. Thank you.
ismét bökönyi táncokat láthatunk, Kun Bettina és Tóth Hanna előadásában felkészült Emlén Evelyn Magdolna és Vas Bence. Hajdúsági lassú csárdást fognak táncolni, felkészül Szabó Ábel Csongor és Árva Izabella. Következő Szabó Ábel Csongor és Árva Izabella előadásában
felkészül Kis Rihárd, Robert és kísérője Dudás Desdemona. Robert következik, mint versenyző, Mezőföldi Miklós és Kis Csárdása, Dudás Desdemona lesz a kísérője, felkészült Jiger Zoltán és Cipka Szófia. Cipka Szófia, Bagi Lassó és Kis Csárdással, felkészül Györfi Boglárka. Thank you.
Boglárka következik, Dél-Alföldi Olávosa, és őt követi Brumár Tibor és Kriszti Korsolya. Bökönnyén következik, Brumár Tibor és Kriszti Korsolya előadásában felkészül Varga Ivett és Misuta Zoltán.
Varga Ivett és Misuta Zoltán, ha minden igaz, hajdúsági friss csárdást fognak táncolni, egy piccentést kérek, hogy igaz, csak friss csárdást. Akkor így lesz. Felkészülő Fábián, Lidi és Nagy Eszter. Már is a legnépesebb kategória, a második kategória végére értünk. Utolsóként ebben a kategóriában olyan következik, ami ma még nem volt, sárközi táncokat fogunk látni. Fábián, Lili és Nagy Eszter fogják előadni. Felkészül az első kategóriából Szatmári Mihály és Fábián Sára.
Folytatjuk tehát az első kategória versenyzőivel. Ők 2008-ban vagy 2007-ben születtek. Az előző kategóriában is szerepelt én, aki 2007-ben született, de azért szerepelt ott, mert a párja idősebb volt. Szatmári Mihály és Fábián Sára újabb sárközit fog nekünk táncolni. Felkészül Gyöngyi Levente. Gyöngyi Levente fog nekünk Kótai Verbunkot bemutatni, felkészül Dudás Desdemona és Pokróc Petra. Dudás Desdemona és Pokróc Petra következnek Mezőföldi ugróssal.
felkészült Szilágyi Laura és Gönczi Kincső. Szikszai Janitát fogja figyelni, Mezőföldi Ugróst fognak előadni, felkészül Szanics Ferenc és Herz Melli. Húzza!
Kezdik a verseny legfiatalabb versenyzője Herz Nelly és párja Szanics Ferenc, töv és háti csártást adnak elő, felkészül Kelemen Zsófia. Ízelítőt a táncház anyagából, ha jól gondolom, ugye, Laci bácsi? Ilyen táncokat fogunk majd tanulni a szünetben. Következik Kelemen Zsófia délalföldi olámossal, felkészül Jenei Csengő és Heckler Áron. Jenei Csengő és Heckler Áron mezőföldi egrós táncolnak, felkészült immáron a harmadik kategóriában Selestény Lara és Baricsa Kitti. Ugros!
úgy gondolom, hogy hatalmas tapsot érdemelnek az első kategória táncos, hogy ilyen fiatalon kimernek állni ide a közönség elé. Egyelőre a színpadon megmutatták a táncokat. Következik Serestjén Lara és Baricsa Kitti, Kalocsai Mars és Friss, amit bemutatnak, felkészül Szabó Ádám Kornél és Kis Zsófia. Kategóriában következik Szabó Ádám Kornél és Kis Zsófia, Küküllő mentéről Magyar Szentbenedeki Csátást fognak táncolni. Thank you.
megvárom jól. Az előbb elfelejtettem bemondani, hogy ki készül fel, de úgy látom, hogy felkészültek. Kelemen Bence fogja kísérni a versenyző Kurva és Zsanettet, Széki Csárdást fognak táncolni, felkészülni Suta Péter. Kezdik egy legény, Misuta Péter és legényes fog táncolni Kalotaszegről, felkészül Tóth Zsófia. Széki Csárdást fogunk látni, Tóth Zsófia fogja bemutatni, és
kísérőjével Bugyó Rihárddal felkészül Besenyei Virág és Diós Eszter. Diós Eszter fog Fagyi Lassú és Friss Csátás táncolni, felkészül Mona Zoltán.
Zoltán, következik Szatmári Vermunka, felkészül Kádár Csaba, Pap Lila és Antal Kinga. Következnek egyszerre, Kádár Csaba, Pap Lila és Antal Kinga, Bodrogközi Csárdás és Frisse Dénak táncolnak. Felkészül a harmadik kategória utolsó versenyzőjeként Szani Csanikó és kísérője Elek Zoltán. Szanics Anikó, kísérőként pedig Elek Zoltán magyar szentbenedeki csárdása, és utána egy pici kis változás lesz, visszaugrunk egy produkció erejéig a második kategóriába, ott történt egy kis gigszerés, majd előtte elmondom. Csárdás.
Tehát akkor most a negyedik kategória a táncosai előtt visszaugrunk a második kategóriába, ugyanis Demjén Evelin, Makron és Varzence hajdúsági lassú csárdást táncoltak volna, de a zenekar annyira belejött, hogy játszott nekik friss csárdást is. Úgyhogy most, ha minden igaz, csak lassú csárdást fognak játszani, következnek ők a második kategóriából is. Felkészült Rilla Dávid. A negyedik kategória versenyzője, akik 2002-ben vagy azelőtt születtek. Elsőként Drilla Dávid nagyecsedi magyar verbunkot fog bemutatni. Felkészül Csarnai Fanni és Csarnai Anna. Fordítsa részúr! Csarnai Anna következik, Bökönyi asszony csárdása.
és felkészül Szántó Szabolcs, Török Bianca. Szabolcs és Török Bianca, Szilágysági táncokkal, felkészült Janu Réka és Békési Ábel. Csádás!
következik Gerő Réka és Békés Jábel, Hajdúsági Csátást is, fognak táncolni, felkészül Kelemen Bence. Aladányit! Kategória a legszélesebb olyan szempontból, hogy 4 évet is felülel, az előző 3 kategória csak 2-2 évet takar. Kelemen Bence következik széki ritka tempóval, felkészül Elek Zoltán. Ritka! Viszonyítva minősíteni. Következik Elek Zoltán magyar úti pontozóval, felkészül Nagy Boglárka és kísérője Szabó Ádám Kornél.
maradunk ugyanezen a vidéken, Magyar Szentbenedeki csárdás következik, Nagy Boglárka táncolja versenyzőként, kíséri Szabó Ádám Kormány, felkészül Szatmári Balázs.